Petrás Mária éneke után szintén zenészt köszönhetek a stúdióba, Zsigmond Balassa, zenekarvezető, fizikus, csemballó, művészül itt velem szembe. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Nagyon szép és felemelő koncertre készülnek szombaton. Mit is hallhatnak a nézők? Ki fog zenélni és hol lesz ez helyszínileg? Sokféle műsorszám lesz, ami hát összeköti az egészet, hogy október Mária hónapja, ezért a számoknak a jó része Máriáról szól. Először egy kórus lesz, a Musica da Vinci kamarakórus. Egy Rachmaninov Üdvözlégy Máriát énekelnek, Elgar Ave Verum Corpust és egy Bible Ave Máriát, és Rigó Éva vezeti a kórust. A Magyar Szentek templomában. A Magyar Szentek templomában lesz most szombaton, a félhetes szentmise után. Utána egy kis zenekari muzsika, Marcello oboa verseny, aminek a második tétele, az egy imádság tulajdonképpen, egy gyönyörű tétel. És utána következik a nagy műsorszám, aminek egy hónapja volt a magyarországi bemutatója, Marc-Antoine Charpentier Magnificatja. Ebben is természetesen a kórus közreműködik, és énekszólisták is lesznek, Besenyei Éva, Nagy Tibor István és Kecskés Sándor. Következő műsorszámunk megint csak Máriáról szól, Caldara Hekest Regina Virginum, azaz Íne a Szűze királynője, énekszólista Besenyei Éva, és végül Bach D-moll kettős versenye hegedűre és oboára, Berényi Zsuzsa hegedül és Hadadi László oboázik. Amikor a műsorszámokat felsorolja, és mondjuk, hogy ön a karmester, akkor nem is nevesítettük az együttest, hogy az Albinoni Kamarazenekarról van szó, akik már, ha jól emlékszem, 1968-ban megalakultak, és ön az egyik alapító tagja. Igen, az érdekessége az volt, hogy a fele részben fizikus hallgatók és fizikusok voltak, és az alakulás apropója, hogy éppen hirdettek egy Ki mit tudott, amiben beneveztünk, ez volt az első fellépésünk, és hát eljutottunk a csúcsra. Mi bizonyultunk a legjobb amatőr kamarazenekarnak Magyarországon. És azok a fizikusok, zenészek azóta is nagyjából együtt vannak, együtt működnek és zenélnek, ha jól tudom. Hát most már csak négyen vagyunk fizikusok a bandában. És aztán vannak egyéb, például koncertmesterünk, építészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár volt, akkor vannak különféle tanárok, van jogász. Érdekes, hogy én is hallottam, hogy a népzenészek között pedig rengeteg építész is van. Ez hogy jön össze ez a gyakorlati munka azzal, hogy hobbi, ez már nem hobbi szint, de a szabad idejében zenél az ember, tehát hogy biztos van az agyunknak valami olyan kiaknázatlan terület, ahol ez a kettő egymásra tud találni. Hát, hogyha már építészmérnököket említette, azt szokták mondani, hogy az építészet megfagyott muzsika. Tehát ilyen módon is kapcsolódik tulajdonképpen a zene, tehát természetesen az ember bárki hát szeretheti a zenét, művelhet is, és közben van egy kereső foglalkozása, amit lehet, hogy úgy szintén nagyon szeret. És mi az a kor, amit önök szeretnek, és jobban meg szeretnének ismertetni minket, a közönséget is ezzel? Hát nem véletlen az Albinoni kamarazenekar megnevezése, mert Albinoni a velencei barokk zenének volt az egyik fő alakja. Tehát mi főleg barokk zenét játszunk. És nem csak ilyen ismerteket, bár Albinonit előtt, mielőtt mi Ki mit tudba kerültünk, nem ismerték Magyarországon, úgyhogy rajtunk keresztül ismerték meg, de rengeteg olyan barokk zeneszerző van, akit nem ismernek, vagy alig ismernek, és mi igyekszünk bemutatni őket.
Akkor mondhatni, hogy ez a fő célja a kamara együttesnek. Igen, egyrészt az egyik oldalról, hogy ez egy olyan népművelési szempont, másrészt pedig hát a mi koncertjeink mindig belépődíj nélküliek, tehát a legszegényebb emberek is eljöhetnek, akik nem tudják megfizetni a MÜPÁ-nak a 10 000-es belépő díjait. Igen, mert önök legtöbbször belépő nélkül játszanak. Igen. Miért kedveskednek nekünk ennyire? Miért nem az anyagiak fontosak az önök világában? Hát mi nagyon szeretjük a zenét, tehát ez nekünk is egy élvezet. És ugye általában nem főhivatású zenészek vagyunk, hanem hát egyéb foglalkozást nézünk. Tehát ugye mondják, na érdekes dolog megemlíteni, hogy Albinoni, aki egy kiváló zeneszerző volt, úgy írta alá a műfejt, hogy a velencei dilettáns hegedűs, ami akkoriban annyit jelentett, hogy több oldalú, vagy két oldalú. Hát mi is ilyen emberek vagyunk, tehát megkeressük a pénzt a főállásunkban, és mellette pedig hát muzsikálunk az embereknek, meg saját magunknak. Mi közönség tudjuk, hogy nekünk ez mennyi mindent jelent, hogyha éppen nincs mondjuk hó végén annyi, hogy egy neves koncertterembe el tudjunk menni. De önöknek mit ad ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, ez a jótékonyság, hogy a zenén át adnak a nézőknek? Hát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a klasszikus zene, a jó klasszikus zene, az egyrészt a szeretetet sugározza, és ezzel kapcsolatban valamit megmutat a Jóistennek a szépségéből. Tehát ezt is hivatásomnak érzem. És hát ezért az ember nem kér pénzt. Ugye, ahogy a papok se kérnek a hívektől, ugye, bár azért van, amiért kérnek, de hát szentmisét azt ingyen szolgáltatják. Hát mi valahogy így érezzük ezt. És még hozzátenném, hogy hát vannak jótékony célú hangversenyeink, úgyhogy lehet hozzánk fordulni, hogy ha valaki valamiért, valamilyen jótékony célból gyűjteni akar. Például legutoljára most nyáron a Kecskeméti Piarista templomban muzsikáltunk, a Piarista templomnak a felújítására. Tavaly például, hát volt több hangversenyünk, tavaly a kárpátaljai Caritas céljára koncerteztünk. És kezemben tartom a 13. Árszakra Fesztivál szeptemberi programját, amely köré mi is egy hetet építettünk, és a kollégáink ott voltak jó pár koncerten. Akkor pedig barokk zenei áhítattal örvendeztették meg a közönséget, itt tartom, nagyon szép színes a plakát, és akkor is természetesen a programok ingyenesek voltak, itt pedig a most szombati Magyar Szentek templomában tartandó kamarakórusi est meghívója van. Hogyan választják ki a műsort? Megnézik, hogy a barokk korban ki alkotott, és ki az, akit még nem mutattak be Magyarországon, és összeáll a zenekar, és akkor ötletelnek, hogy mi legyen a legközelebbi munka? Hát mi nem alkalmanként állunk össze, mi rendszeresen próbálunk. A műsort azt hát jó magam állítom össze, mondhatni, hogy kutatója vagyok a barokk zenének. Tehát ha külföldre eljutok, akkor mindig első utam hát a szép templomokba és a zenemű boltokba vezet, ahol hát keresem a különlegességeket. Ez az egyik forrás, a másik pedig az internetről is. Nagyon van sok nagy különleges internet. Szép zenét le lehet tölteni, amiből én megcsinálom számítógépen a kottát, és hát általában én állítom össze a műsort, persze
különösen a szólistáknak vannak ötletei, és a közreműködő kórusok, amellett, hogy a zenekarral együtt muzsikálnak, mindig adok nekik lehetőséget, hogy önálló műsort adjanak, és abban természetesen a kórusvezető dönt, hogy mi legyen, ami hát természetesen illeszkedik abba a műsorba, amit csinálunk. Hála az égnek, akkor ismételten hallhattuk, hogy az internetet hasznos dolgokra is lehet fordítani. Bizony. És így, hogy most már mindenkinél elérhető, hogy bepötyögi a telefonba, még így is tud újat találni? Új alkotót? Hát természetesen, mert olyan nincs, aki mindent végig tud nézni, hát rengeteg kotta van, meg van, hogy doktori disszertációkat keresek, és abból találok kottát, és azt adjuk elő. Néha teljesen ismeretlen zeneszerzőket is hát elő lehet így bányászni. Tudunk nevesíteni néhányat közülük? Például Predieri barokk zeneszerzőről senki nem hallott. Még nem volt olyan profi zenész, aki hallott volna, és egy csodálatos szép Stabat Materét mutattuk be. Például ezeken az Arsacra fesztiválokon mindig van magyarországi bemutatónk, van, hogy egyszerre három magyarországi bemutató is van egy Arsacra fesztiválon. Akkor a másik, például akinek a műveit bemutattuk, vagy megbemutatjuk, az Perti, akit szintén nem ismernek a profi zenészek, legfeljebb nagyon-nagyon vájtfülű kórusvezetők. Akkor Alessandro Scarlattinak talán a nevét ismerik, de a János Passiójáról senki nem hallott. Annak is mi voltunk a magyarországi bemutatói. Akkor ez egy óriási kihívás önnek, önöknek, hogy felkutassák, és aztán megfelelő formában, de itt Magyarországon is bemutassák. Igen, és úgy érzem, hogy ebben egyedülállók vagyunk a még a profi kamarazenekarok között is. És a közönség mennyire befogadó ezekre az új dallamokra? Mindig nagyon nagy sikerünk volt, úgyhogy nem panaszkodhatunk, és hát... Volt olyan koncertünk, hogy egyszerűen nem fértek be, vagy legalábbis nem tudtak leülni, és hátul áldogált egy jó csomó ember, és végighallgatták a 2 órás koncertet, és örömmel tapsoltak. Hát remélhetőleg, hogy most szombaton is ennyien lesznek, de hogyan telik tovább az örök életében az ősz? Mikre, milyen koncertekre készülnek még? Most egy új műsort állítok össze, és novemberben ebből adunk elő, november 16-án szombaton este, november 20-án szerda este, és november 30-án szintén szombaton este fogunk ezekből hát bemutatót tartani. Megint lesz magyarországi bemutató, egy újabb Perti Magnifikát. Például őt találtam egy amerikai doktori disszertációban, aminek a témája Perti Magnifikátjai, 12-t írt, egy egész sorozatot, és abból úgy szemezgettünk, és egyenként bemutatjuk. Mennyi munka van egy ilyen bemutatóval? Hát ugye... Tehát kezdve attól, igen, hogy fel kell kutatni, igen. Át kell hangszerelni talán, végig igen. Kell mindent hallgatni, megbeszélni a tagokkal, és akkor a próba folyamat is. Így van, tehát ugye az első, hogy ugye letöltöm az internetről a partitúrát, ezek az internetről letöltött partitúrák sokszor hibásak, ugye azt akkor kijavítom, ebből megcsinálom a zenekari szólamokat, a számítógépen dolgozom, Kotta szerkesztővel, megcsinálom a zenekari szólamokat, megcsinálom az énekszólamokat, énekpartitúrát, és akkor utána következik, hogy ugye összeszedem a kórust meg a szólistákat hozzá, általában minden koncertünkön az utóbbi időben más kórust hívok meg, és elküldöm a Kottát, de meg kell beszélni velük a közös próbát, énekzenekari próbát, és akkor végül jön a főpróba és a koncert. Kikkel dolgoznak gyakrabban együtt? Kik a
kedvenc partnerek? Hát a leghíresebb partnereink az, akikkel többször volt koncertünk, a Magyar Örökség Díjas Budapesti Kórus. Ők azt lehet mondani, hogy a leghíresebb oratórium kórus Magyarországon. Tehát velük volt sok koncertünk, akkor a Magyar Szentek templomának a ének együttese, az is sokszor közreműködött, nem önállóan, hanem más kórussal, kamarakórussal közösen. Mert ennek az ének együttesnek én vagyok a kórus titkára, úgyhogy nem véletlen, hogy hát őket hívom. Tehát a legtöbb produkcióban ennek az énekegyüttesnek a tagjai részt vesznek. Sőt, hát most például a basszus szólistám az ennek az énekegyüttesnek a tagja. Hát nagyon sok kórus lehetne felsorolni, de mondjuk ővelük a leggyakoribb a föllépés. Például még a fővárosi énekkarral is volt több közös föllépésünk. Az a Musica da Vinci kamarakórus, amelyikkel most is muzsikálunk, velük is volt több fellépésünk, meg még talán meg kell említenem a Veszprémi Szent Mihály templomnak a kórusát. Ővelük is volt több magyarországi bemutatónk. És akkor az Albinoni Kamarazenekar és a Musica da Vinci kamarakórus közös hangversenyét, ami most lesz szombaton a Magyar Szentek templomában, akkor emeljük ki, hogy október 12-én este 4-8-kor a félhetes Szent Mise után találkozhatnak önökkel az említett helyszínen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és invitálta a nézőket erre a koncertre. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a nézőket.